Ugye az köztudat volt, miután a nyitómérkőzésen, a forduló nyitómérkőzésén a Ferencváros nyert a Debrecen ellen, hogy az MTK számára különleges tétje van ennek a kirándulásnak, hiszen ha kikapnak, leszakadhatnak a zöldfehérek mögött. Az újpestiek pedig nagyon szerettek volna már korábban is odaérni dobogós helyre, és aztán ott tanyázni. Ez olyan jó érzés. Nézzük, mire mentek a csapatok egymással. Herceg most már. Levágódó labdát, Véri viszont beadhatja, be is adja középre. Vlaszák, Orescsuk elől. Véri, Orescsuk a futóember, és helyzetbe is kerülhet, jó a csele is. Visszapattan elé a labda, Orescsuk helyzetben még emel, és Vlaszákon akad el. Megpróbálja betenni a védők háta mögé, Bükszegi kérte el tőle, Tamási Bükszegi mellett, két szőke játékos küzd egymással, kötény, Bükszegi viszi tovább. Illés átengedi, jó megoldás. Uttor megy fel a levegőbe. Még jó lehet, újabb lövőhelyzet a másik oldalon, Vlaszák. Újhegyel még beleért. Herceg, Smiljan nincs mögötte, Herceg még. Szélesi a 16-osnál, és fölé. Urbán indul előre. Tiszta helyzetben Dvéri, Vlaszák kiejti, Orescsuk. Dvéri, indítás Orescsuknak, Orescsuk előnyben. Orescsuk, lépés előny, Orescsuk, Vlaszák. Orescsuk második nagy helyzete maradt ki. Megelőző szerelés, Urbán, évet veszélyes kontra lehet belőle, Urbán, elcsúszik ráadásul Smiljanić, Herceg, és megfogja Vlaszák. Terjék most már, Herceg gyorsít föl és viszi el, Herceg helyzetben, Herceg Vlaszák mellett, gól! Vezet az Újpest. A második félidő 7. percében Herceg harmadik nagy helyzetét belövi. Lekontrázzák az MTK-t. Nagy szóló, Herceg nagyon-nagyon éles szögben. Gólszerző, jól lövi el azonban Vlaszák mellett. Miklós! Nagyszerű az indítás, és Herceg gyorsasága most érvényre jut. Ez a 46. élvonalbeli gólja. Vezet az Újpest 1-0 arányban. Füzi lövi el. Erős. Bíró látványos mozdulatta, Bükszegi. Urbán elesik, Bükszegi azonban nem tudja beadni szöglet. Tokodi. Erős lopja el, erős helyzetben, erős. Éppen csak fölé. Nézzük Herceget. Üres, les, ó, mekkora les, Terjék. A játékvezető fölülbírálja, tovább engedi, Terjék viszi el Vlaszák mellett. Gól, 2-0. Ábrahám tovább engedte az akciót. Terjék a gólszerző, a cserejátékos. 2-0. 17. perc a második félidőben. Kisteleki örül. Terjék tehát jó csere volt, jobb, mint Orescsuk. Ez a 7. élvonalbeli gólja. Élesnek érzem most is, a játékvezető azonban tovább engedi. Fölülbírálja a partjelzőt, Georgiut, aki jelzett, és a végén Terjék a gólszerző. Na nézzük, itt az indítás pillanata, a partjelző tessék figyelni és a játékvezető helyét, ez a kulcsmomentum itt, és most emeli majd a zászlaját a partjelző, Ábrahám fölülbírálja, mutatja, hogy mehet tovább, és Terjék kihasználja. Medgyesire vezeti rá a labdát Madar. Nagyon jó ütemű közben nyúlás, Buzsáki viszont teljesen tisztán a jobb oldalon, Buzsáki még... Így lesz jó, Bükszegi ért bele. Buzsáki szabadrúgása megint.
Smiljanić és Illés előtt megy el. Illés majdnem elérte a cipője hegyével. 2 perc a rendes játékidőből, ennyi van még hátra. Kuttor még. Illés a 16-os előtt. Illés Zitzer! Gól! 2 perccel a vége előtt Illés 151. bajnoki góljával szépít az MTK. Az MTK szépít. Kicsit elaludt az Újpest, és Illésnek már több helyzete lett volna. Most nem adta le senkinek, maga viszi végig Illés, és teljesen szétnyílik előtte a védelem. Hihetetlen jelenet. Illés, amikor megindul, egyszerűen nincs vele szemben újpesti védő, és annál ő jobb játékos, hogy ezt kihagyja. 2-1. Egy mozdulattal becsapta Urbánt, és ezúttal nem kényszerítőzik, hanem maga fejezi be. Ezt kellett volna tennie már korábban is. Az Újpest 2-1 arányban nyert, az MTK, mint említettem, legutóbb odahaza kapott ki, most idegenben, és ezzel a Ferencváros leszakította az őt üldözőket a bajnoki táblázaton.